hangulathoz illő zenét a Bodza Banda biztosította ezen a napon. A rendezvényre sokan kilátogattak a szép őszi időben. Megnéztük, ahogy a halakat a vízbe engedték, megkóstoltuk a borsos bekni, vagy hogy hívják, nem tudom. Nagyon jó, szerintem nekem tetszik. A Bajai Hajómalom Egyesület elnöke Palik Vera elmondta, az első ilyen alkalom 5 évvel ezelőtt volt, akkor avatták fel a skanzent. Erre az alkalomra pedig vendégeket is vártak egy szerbiai magyar faluból, Gombosról, szerb nevén Bogojevóból. Velük évek óta nagyon szoros kapcsolatban vagyunk, nem csak egy 100 éves IBA program miatt, hanem már baráti szálak fűznek bennünket össze, és mindig újabb és újabb kapcsolatok alakulnak ki, most éppen úgy gondoljuk, hogy a foltvarrókkal. A programon minden korosztály kipróbálhatta a kézügyességét, hiszen több asztalnyi természetes alapanyag állt rendelkezésre az alkotáshoz. Ahogyan a képek is mutatják, ezen a napon nem csak a vízbe engedtek halakat, de az asztaloknál is készült jó pár példány. A 9 éves Luca több dolgot is készített. Úgyhogy itt ezt összeragasszuk, és megvágjuk, hogy ezek a pikkelyei, itt pedig a szemei. A Sugovica foltkör munkáiból többet ki is állítottak a miniskanzenben. Aki pedig szerette volna, az ki is próbálhatta a foltvarrást a foltkör tagjainak segítségével. Megpróbáltuk a mai kitelepülésünket interaktívvá tenni, bemutatjuk a francia zászló varrásának egy részét, a kollégánál halacskát tudnak varni a gyerekek és a segítő anyukák. A gyerekek a kézműveskedés és a lepénykóstolás mellett egy őshonos magyar kutyafajtával is megismerkedhettek. Mudi kiskutyákat simogathattak, aminek láthatóan mindkét érintett fél nagyon örült. A felnőttek ezzel a dr. Faludi Gábor történész előadását hallgathatták meg, arról milyen volt Baja és a Duna 1944 őszén. Az egyesület elnöke pedig azt is elárulta, jövőre ilyenkor már a kész hajómalomban várják majd a vendégeket.